Sziasztok! Újra itt én Niki vagyok, és ebben a videóban folytatjuk a Maxim Giacomo-nak a palettáját. És jön a következő két oszlop, méghozzá ez a kettő sor. Ebből fogunk ma egy sminket csinálni. Amit én már csináltam, az az alapozás. Feltettem bronzosított krémeset is, és púdereset is, és a szemöldökömet még nem készítettem el, hiszen ebből a videóból egy újabb szemöldök terméket szeretnék majd kivágni és összeállítani egy másik videóba, úgyhogy ezt most itt nem fogjátok látni. Úgyhogy amit én már föltettem az arcomra, azt el is mondom nektek, az a Trendy Top-nak ez a Hydrastay alapozója. Számomra is egy újdonság, ezt ugye már régebben megvettem és egyszer próbáltam ki. Ez is tartalmaz hialuront és vitaminkomplexet, 0-30-as árnyalatban van meg, most jelenleg ezen az arcomon, hát jól fed, de nem érzem a magaménak, vagy csak még hozzá kellene szoknom, de úgy önmagában nem nehezíti el a bőrömet, van szép hatása, és csak nem tudom miért, most lehet, hogy egyelőre nincs úgy kedvem hozzá, vagy nem tudom. Amit még felraktam, ez a Catrice-nek ez az almat, ez a banános puder. Ezt használtam. A szokásos riválos pirosító, a szokásos rivál bronzosító krémes. Nos, akkor folytatjuk a kis videónkat a Maximmal. A második oszloppal közben elmondom, hogy ezt a szemöldök ceruzát próbáltuk ki, úgyhogy hamarosan az a videó is el fog készülni, és amint meg lesz a harmadik szemöldök termék, akkor már egy videót össze tudok vágni, és akkor fel fogom rakni nektek azt a szemöldök termékes videót. Na most ez a Maximo paletta. Az első két oszloppal nagyon meg voltam elégedve, és hozzáteszem, hogy tényleg nagyon tartósak ezek a színek, nem jött le, nem gyűrődött be, hogy ez egy jó vásár, ez a paletta. Na nézzük a következő színt, az nem lesz más, mint ez a kettő oszlop. Úgyhogy, hogy még milyen arányba megyünk el, azt még nem tudom. A szokásos rivál matt bázist tettem fel a szemöldökömre, és akkor kezdjük el. Kíváncsi leszek, hogy most ez milyen lesz, milyen legyen a háttér. Nem is tudom, hogy milyen arányba tudok elmenni, de hogy kíváncsi leszek erre az egészre. Nos. Egyébként, hogy tetszett nektek az előző Catrice-es bemutató? Mi a véleményetek róla, nekem hogy állt? Megvettétek esetleg a palettát, kipróbáljátok. Na nézzük, azt mondja, hogy kipróbálom a Mayani ecsetet. Ugye múltkor említettem, hogy ezt szeretném majd kipróbálni, úgyhogy most azt mondom, hogy eljött az idő. Azt mondja, hogy ebből a színből fogok háttérszínt nek betenni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az ecset maga. A mélyítő fölé fogom ezt tenni, ebben annyira világos szín nem lesz, ahogy látom. Úgyhogy majd valami más megoldást fogunk kitalálni. Ez a szín, ez viszont gyönyörű, ez az árnyalat. És ez fog menni a hajpánthoz is. Egyébként valaki hozzáírt a videóhoz, csak utána már nem láttam, mert nem volt időm azonnal reagálni, hogy a két pici mellett. Egyébként bocsánatot kérek, hogyha valakinek nem reagálok azonnal, akkor az nem azért van, mert nem szeretnék reagálni, csak két gyermekem van nekem is, és nem mindig tudok úgy leülni. Szóval, hogy ezeket a hajpántokat én egy kínaiba vettem, itt a helyi kínaiba vásároltam, de esetleg, ha valakinek kell, és megadja a címét, akkor legfeljebb
ha vásárolok neki, el tudom neki postázni. Vagy valamilyen úton, módon megoldhatjuk. Nem egy ilyen nagy összeg, úgyhogy ha valakit érdekel. Na, akkor viszont térjünk rá a Mayani ecsetre. A fogása jó. Végül is nagyon szépen el tudja dolgozni. Nem egy tini ecset, az biztos. De szerintem a célnak megfelel ez is. Szóval azt tudom mondani, hogy 4070 forint, vagy nem is tudom mennyire jön ki. Szerintem ahhoz képest teljesen jó. Egyébként ez az alapozó nekem nem tetszik. Nem érzem a magaménak, szerintem a színt sem találtam el, mert egy picit így elütt. A szemöldököm az erős, azt hagyjuk is, de azok már így fognak maradni, ezt nézzétek el nekem, kérlek. Megpróbálom ezzel a nagyobb ecsettel jobban elszatírozni ezeket a színeket. Azt mondja, hogy a következő színem az ez a világosabb barna árnyalat lesz, és ezt pedig ide teszem a színre, tegyem ide. Hát ez ott semmit nem mutat, inkább akkor fölviszem még ezt is a mélyítőbe. Kíváncsi leszek. Nézzük, ezzel a nagyobb satítózóval fel tudom el. Mert ez az ecset, ez jó, ezzel viszont jó el tudom dolgozni hamar. A következő színem ez a nagyon mély barna lesz, ezt fogom mélyíteni. Képzeljétek el, hogy hogy jártam. Tegnap mérgelődtem elég sokat. Ugye úgy van, hogy beiratkoztam egy tanfolyamra. Most nem mondom ki az iskola nevét, de a lényeg az volt, hogy tőlünk pár kilométerre van Érd, és ez az iskola Érden is nyitna egy csoportot, vagyis hogy indított volna egy sminkes és szempilla építő képzést. Körülbelül 26-szor tisztáztam vele, hogy én mindenképpen csak is Érdre tudok elmenni, Budapestre nem tudok bemenni, két gyermekem van, abból a legkisebb az 5 hónapos, és nem szeretném itt hagyni még Sárikát, ő anyateljes, és Érdről még pont az ebédidőben be is, hogyha úgy van, akkor arra gondoltam, hogy hazaszaladok. És így nem kellene a gyerekeimet cipelni, mert ugye a férjem vinne be Budapestre, én nem merek vezetni be, és hát ugye be kellett fizetni az első részletet, azt a jelentkezés részlet után az első összeget, és az első részletnél egy ajándékcsomag járt volna, amit ki lehetett volna választani, és én azt hiszem, hogy a sminkes táskát választottam. És hogy befizettük a pénzt, meg ilyenek, hát már úgy volt írva, többször is néztem, hogy azonnal küldik a sminkes táskát, és képzeljétek el, hogy nem küldték, de ráadásul nem is az volt a bajom, hanem ugye online megy az első 6 elmélet, hanem az volt a bajom, hogy ugye, hát írtam is ott a csoportban, hogy esetleg tudja valaki az Érdi címet, mert szeretném meghirdetni, hogy modelleket szeretnék gyűjteni, vagy hát keresni ugye az első órához, hiszen az első óra az már sminkel, tehát hogy az első órán már kell a modell, és hát nem jön, nem írt senki se, aztán írtam e-mailt, nem válaszoltak. Majd hívtam őket, nem válaszoltak. Szóval tegnap begurultam, és írtam egy SMS-t a srácnak, aki ezt az iskolát vezeti, vagy nem tudom, hogy ki ő. És írtam neki, hogy nem kaptam még meg a címet, ahova a modelleket kellene szerveznem, illetve nem jött meg még az ajándék se, illetve nem kapok választ az e-mailjeimre, hogy ne csak egy oldalú legyen ez a
kommunikáció, és ennyit írtam csak. Majd este felé olyan, nem tudom hány óra, felkaptam egy e-mailt, hogy úgy néz ki, hogy nem indul el érden a sminkes csoport, és három lehetőséget felvázoltak, hogy mit tudok tenni. Vagy visszakapom a pénzt, és ennyi, remélhetőleg így is lesz, vagy elmegyek Budapestre a 8. kerületbe, amit nem tudok megoldani, mert egyszer fel kell, hogy vigyen kicsivel 9 órakor kezdésre a két kicsivel a férjem, majd jöjjön haza, egyszer egy benzin, majd 4 óra után jöjjenek értem. Tehát 4 utat tegyen meg azért, hogy én most elmegyek egy tanfolyamra, amit nem fogok bevállalni a picikéim miatt, tehát józan észre se. És a harmadik lehetőség az, hogyha újraindul ez a képzés, akkor majd jelentkeznek, hogyha érden indul. De körülbelül 600-szor telefonon egyeztettünk, hogy biztos, hogy indul ez a képzés érden, mert én oda szeretnék menni, oda tudok csak elmenni a gyerekeim mellett. És persze, persze, mert a 6 fővel már el is indítják. Most ugye tegnap még jött egy válasz arra, hogy én azt választottam, hogy akkor kérem egy összegben vissza a pénzemet, hogy az jött a válaszként, hogy ők arról nem tehetnek, hogy ugye nem indult el a képzés érden, mert ugye nem kapták meg az orvosi egészségügyi alkalmassági papírokat, illetve a pénzt. Viszont azt úgy hozzátenném, hogy csak úgy indulhatsz el egy tanfolyamon, hogyha ezek megvannak. Tehát, hogyha én telefonban valakivel egyeztetek, és azt mondom, hogy 6 fő már befizette, és biztos, hogy elindul a tanfolyam, tehát azért szerintem ez a suli nem most kezdte. És azért csak tudja azt, hogy az a 6 fővel el tudja indítani, főleg így most a fűtés miatt ugye hány iskola zár be. És erre direkt rákérdeztem, hogy biztosak vagytok abban, hogy el tudjátok indítani ezt a képzést, hiszen hallom, hogy sok iskola nem fog tudni. Na mindegy, és akkor a lényeg az volt, hogy most tegnap megírtam az e-mailt, úgyhogy egyelőre ezt sztornóztuk, mert nem akarom a gyerekeimet se a téli időszakban húzni, se semmikor így, amíg ilyen picik biztos, hogy nem, úgyhogy egyelőre így vagyok, de hát minden esetre fogom majd, meg hát még most se jött ki a törvény, nem tudom, hogy valaki esetleg tudja-e, hogy csak sima tanúsítvánnyal már dolgozhatsz-e vállalkozásban sminkesként. Mert ugye sok mindenre volt most módosítás, és én úgy tudom, hogy most már, ha vállalkozó akarsz lenni, akkor nem az van, hogy el kell végezned egy szakmát, és akkor bármi, tehát hogy elvégzel, mit tudom én, hentest, akkor most már, akkor úgy lehetsz hentes. Most már úgy van, hogyha te mit tudom, hogy milyen éttermi dolgozó voltál eddig, és te most úgy gondolod, hogy csinálsz egy ruházati üzletet, akkor most már nem kell a végzettség. És ezzel azt akarom kimondani, hogy minden így van állítólag, viszont a sminkesre még most se tettek pontot, mert ugye egy időben úgy volt, hogy csak kozmetikus, aztán ugye el kellett végezni a sminkes és stylist, vagy nem is tudom, szépség valami. Most nem is tudom, de azt megszüntették újból, és akkor a harmadik verzió az, hogy a sminkes és szempillaépítő egyben kell, hogy legyen, és úgy lehet csak, aztán most a negyedik, ötödik verzió, az pedig megint az, hogy fogalmunk sincs. Úgyhogy nem tudja tényleg az ember, hogy hova, merre haladjon, hiszen egyszerűen nem lehet tudni. Na, azt gondolom, hogy ennyi barna elég. Aztán, hogy legyen, itt azt mondja, hogy van még egy lilás árnyalatú színem. Hol vagyok? Melyik poszlopban? Ebbe. Tehát van egy lilás árnyalatú, és ez a rózsaszínes májvás szín. Azt tettem háttérnak. Akkor mit nem használtam? Ja, még a fölötte lévőt. Ezt nem használtam még. Akkor az lesz szerintem, hogy ott a középső lesz mondjuk az a... Hát hogy haladjak? Nem akarok annyira öreges színbe átvenni, mert valamelyik szín nekem abszolút nem áll jó. Na nézzük ezt a pici ecsettel. Igazából 2-3 ecsetet használok ebből is. Talán ez a lilás árnyalat legyen. Itt középen. Hát ezt kevésbé látni. De akkor tudjátok, mit inkább akkor beteszem oda előre.
Még ott lesz annyi helyen ezt az aranyozott részt. Ilyen aranyozott barna. És akkor ez kivilágosításnak teljesen jó lesz. Ide. Ez nagyon erős. Nagyon jó. Úgyhogy így jártam ezzel a tanfolyammal. De minden esetre nem adom fel, hát ha fognak indítani. És meglátjuk, hogy hogyan tovább. Meg remélhetőleg visszakapom a pénzemet is. Most az ember még ezért is aggódhat, hogy vajon visszakapja a pénzét. Egyébként sajnos már több ilyen suliról hallottam, aki meg nem csak hallottam, meg tapasztaltuk is az egyik sulival, hogy abszolút, de csak egy oldalú az egész, és amikor kell, hogy ők is oda tegyék magukat, akkor kevésbé tapasztaljuk ezt meg, hogy ők is oda teszik magukat. És azért valljuk, hogy nem kis pénzeket kérnek el, iszonyat pénzeket. Na, én úgy látom, hogy ezt a szint is muszáj lesz kézzel fölvennem. Így néz ki, de azért legyen egy kicsit intenzív ez. Na, például abban igaza van a Timinek, hogy szerintem ez az egész itt nekem, ez már nem az én színvilágom. Egyébként, hogy elmondjam, nekem a zöld nagyon tetszett, szóval minél többet nézegettem magamat a tükörbe, úgy igazodott a fejem a színhez. Lehet azt mondani, hogy ez megy a körben, hogy... Na, ott viszont most így eltűnt a barna, úgyhogy az ahhoz ott még be nem kellett volna annyit tenni. Úgyhogy csak ennyi történt így ezzel a sulival. De hát... Ennyi. Remélhetőleg a pénzemet visszakaptam, aztán majd jövőre, ha indítanak, meg már szárika is nagyobb lesz, akkor meglátjuk, hogy hogyan tovább. Ezzel. Egyébként hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon vártam, tehát, hogy egyrészt nekem is egy kikapcsolódás, nekem is egy töltődés, hiszen tényleg nagyon-nagyon szeretem ezt az egészet is, mert gyerekkorom óta ezzel így el vagyok, meg ez egy ilyen vágyálom. Úgyhogy előbb-utóbb csak találkozunk. Mondom, tehát teresség előtt már voltam egy tanfolyamon, csak most nekem az lett volna a lényeg, hogy legyen egy végzettségem róla, bár mondom, még nem, talán novemberben fogok tudni telefonálni, akkor derül ki, hogy most igazából kell-e, vagy nem, aztán lehet, hogy megmenekültem egy pénzkidobástól, és akkor nem is kell már ez az egész, és akkor el tudok benne akár kezdeni dolgozni. Nem tudom, hogy mi lesz. De a mai világ annyira kiszámíthatatlan, annyira bizonytalan, hogy nem is tudom. Az a szín itt nagyon erősít bent, látjátok, nem is tudom, hogy fölmerjek-e tenni oda a csontra, mert az már nagyon elvisz, bár így is elviszi szerintem. Vagy lehet, hogy pont azt fogja kiemelni. Fasz. Nem tudom. Na hát ez a színkombó az elég érdekes, és még ide teszek fel inkább ebből a szép májva színből. Azt gondolom, hogy még egy mélyítést fogok csinálni egy barnára. Van nekem itt egy ilyen ecsetem. És nem ezt a nagyon sötétet, hanem ezt a világosabbat fogom. Méghozzá így ide. Lehet, hogy jobban életre kell. Nézzük, mennyivel beljebb került a szemem.
Hát ez nekem konkrétan eddig nem tetszik, de a szempillaspirál ugye az nagyon sokat fog tenni, a szemhétus nagyon sokat fog tenni, és a szemceruza is. Azokat is meg fogom mutatni. De képzeljétek el, hogy a múltkori videóból kimaradt az arcpaletta. Úgy hiszen úgy maradt ki, hogy nem kapcsoltam be a videót lányozavaromba, csináltam én a felvételt, csak nem kapcsoltam be. Úgyhogy most fölteszem, úgyhogy ti is lássátok ezt a gyönyörű arcpalettát. Egy pirosító és egy highlighter, már is mutatom, hogy egyébként nagyon intenzív a véleményem az róla, ez a sötétebbet fogom most használni, hogy jó, nem kell belőle ennyi. Nagyon jó, nagyon krémes, és ebbe igaza volt a Timinek, hogy ez lehet álmaid arcpalettája, mert tényleg nagyon intenzív és nagyon, nagyon könnyű, krémes. A másik még, amit szeretek benne, hogy tényleg valami sok, tehát ezt még el sem tudom használni, viszont nem tetszik ez az alapozó. Ez nagyon nem. Nem kellett volna ennyi pirosító se. Ez a szín most szerintem ez így engem fog öregíteni. Nézzétek, alig kellett rá. De nem baj, hát ezzel is tanulok. Úgyhogy egy picit így még húzzuk el. Vagy tudjátok, mit ebből a világosabbból teszek háthoz. Tompít rajta. Egy kicsit arrébb jövök és megnézem itt a tükrömben, hogy... Jó, ezt kicsit tompít rajta, úgyhogy az úgy jó lesz. Nem is annyira vészes is, hogy ezt nézem. Meg hát, ha nincs rajtam hajpánt, akkor még úgy sem emelik ki ezt a nagyon rózsaszín. Viszont azért egy picit a pódára veszek le belőle, mert nem akarom, hogy ennyire sok legyen. Beleül a pólusaimba a minden. Tehát ez az alapozó, ez nem nekem való. És úgy látom, hogy szerintem az nem az én korosztályomnak való. Lehet, hogy a fiataloknak ez jobban. Na jó, le se tudok belevenni. Viszont akkor highlightert, azt fogok föltenni, és akkor azzal fogom... Ezek nagyon szépek. Azzal fogom itt fölül kivilágosítani. Jó, mennyit dob rajta. Nézzétek. Nagyon jó. Úgyhogy ez így itt marad. Hát megyek ki majd az üzletbe, nézni fognak biztosan, hogy mi vagyok ennyire kikencézve, és egyébként tök jó idő van kint is. Na jó, szerintem itt többet nem teszek, és akkor még egy picit itt rádolgozok. Jövök vissza, lányok, nem sokára. Megcsináljuk akkor a tust, a szemcerózát, és a body taste, body taste, body taste, body taste.
elkészültem a sminkemmel, a végeredmény az ilyen lett, kicsit erős, tehát ki lehet ebből hozni erőset is, lágyat is, stb. Stb. Az arcpalettával nagyon meg vagyok elégedve, nagyon erős, brutál erős. A színek szintén megint a maximumnak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tökéletesek. Igaza van a Timinek, nem mindenkinek jó áll ez a szín. Tudni kell, hogy kinek mi áll a jó, de lehet, hogy ez is majd csak úgy lesz, hogy majd csak igazodni fog a fejem. Ez közben itt van a két picikém, mert felébredt mind a kettő, és most gagyarázik Sára. Hát ennyi lett volna ez a videó mára. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, remélem, hogy megint találtatok bele valami hasznosat, ami esetleg valamelyik termék tetszett nektek. Nem tudom. Nézzük meg úgy, hogyha nincs rajta a hajpánt, hogy végülis még hogy nézek ki. Na így annyira nem rossz, így már azért anyukásabb. Tehát azért a hajpánt azért nagyon sokat dominál, így erősíti a sminket. Azt gondolom, de közben itt azért bólogatok, mert vagy hajolgatok, mert közben a tükörben nézem magam. Jó, végülis na, annyira nem vészes, szóval nem lett annyira erős. Remélem, hogy tetszett nektek ez a tartalom, és hasznosnak találtátok, illetve van olyan termék, amit szívesen használnátok. Írjatok nyugodtan kommentet, válaszolok, de mennem kell, mert most már nekem itt a gyerekeim azért várakoznak rám, úgyhogy legyen nagyon szép délután, vigyázzatok magatokra, sziasztok!